Vági, ő ugye a csapatkapitány, oda ajándékozza a labdát Nagy Dominiknak. Gyuricin pedig indul, középen üresen Böde Dániel. Gyuricin megcsinálja a cselt, aztán pedig fönnak a Gyuricin. 11-es nincs, és hiába reklamál Gyuricin. Talán lehetett volna egy picit önzetlenebb. Itt van még egyszer. Hudák üldözte, de aztán Devecserin akadt fönt. Gyuricin, passzolnia kellett volna, ez az én véleményem. Jön Trinks labdája, jön a fejes is, és nem sokkal mellé. Jó szerelés Hudáktól. Aztán nem sikerül megjátszani a társat, ez pedig szabálytalan. De a játékvezető előnyszabályt alkalmaz, jön a labda befelé, és a lövés, a gól is! Gyuricin góljával megszerzi a Ferencváros a vezetést. Ennyit ér, ha valaki rámenős, és nem hagyja magát. Nem kellett sokat várni a zöld-fehérek találatára, szinte az első helyzetüket gólra váltják. Itt van még egyszer a labda, jó a Trinks passza, Gyuricin pedig kíméletlenül bevágja. Gera, Trinks, és lelopják a labdát a lábáról, aztán visszaszerzi Trinks, és Gyuricin megint. Gyuricin tovább teszi Nagy Dominiknek, jöhet a lövés és egy túlvelvédés. Újabb Ferencváros helyzet a 16. percben. Jó a lövés, túlvel üggyel, bajjal hárítja. Nagy Dominik lódul meg, Nagy Dominik jó a labdája Bödének, és túlvel megint ő a végállomás. Nagyon jó a passz Nagytól, a lövés sem volt rossz. Trinks. Gyuricin, fut a jobb szélen Varga, de nem kapja, csak most. Varga, jöhet a beadása, ott van Trinks, és kapura is tudja tenni. Óriási védést Újveltől. Gyuricin, egy lövés, ez pedig lepattan. Tóth Bence meggondolja magát, és visszafelé fordul. El is veszíti a labdát Tóth. Varga előtt a labda, és egy nagy lövés. Hát most nem sok köze volt a labdához, a kövesdieknek. Itt van még egyszer Gera labdaszerzése, megküzdött. Varga pedig fölélő. Gyuricin vissza Dilevernek. Osztrákok, ha összejátszanak. Aztán Varga, jöhet a beadás. Nagyon üresen találja Trinks, és óriási védés Tuiveltől. Hát Trinks ezt odafejelhette, ahova akarta. Itt van még egyszer Trinks, hát ilyen üresen talán még életében sem fejelt. Varga jó messziről megkínálja Tuivelt, aki valahogy kitessékeli, és üvöltözik a társakkal jogosan, mert 30 méterről engedték lőni Vargát, hát ez nagy hiba. Megint Trinks ballaghat ki, és itt már megnézhetjük Varga lövését, biztosra ment Tuivel. Trinks. Tovább Vargának, Gyuricin van üresen, de lesen is egyben. Inkább Nagy Dominikot választja Varga, Gyuricin középen is nem találja el. Bele is rúg egyet a kapufába. Egy Cseh Leandrótól, ott van Trinks előtt, Trinks megfordul és ő. Tuivel megint Tuivel. És most jöhet a Fradi kontra, nagyon üres a szélen, Gyuricin kapja is a labdát. Gyuricin Tuivellel szemben, jön a lövés, nagyon elszámolta, úristen! Hát felhördült a stadion. Varga passza, pazar. Gyuricin pedig rosszul találja el. Hát így is a hazai csapat jöhet. Gyuricin Bödével az összjáték. Középen Trinks érkezik, és úristen, hát ezt hogy lehetett kihagyni? A második olyan zicser, amit már mindenki bent látott, köztük én is, de
Trix is megkönnyörül a mezőkövesden. Hát ennél jobb labdát nem lehet kapni. Meg ennél rosszabbul befejezni sem. Na, rákezdenek a szurkolótáborok is. Ez majd biztos felébreszti a csapatokat. Trix! Jó a fejes, és Tuivel megint! Gera robbant be! Messziről érkezett, futtában fejelt, pont Tuivel kezébe. 63. perc. És mezőkövesdi szabadrúgás. Marek Strescsik. Középre Fótyik próbál fejelni, és ott van a labda, és gól! Egyenlít a mezőkövesd a semmiből! Kudák ünnepli magát, hát ezt összehozták. Ma így bosszulja meg magát a sok kihagyott helyzet. Strescsik ível középre, Fótyik tovább fejeli, aztán végül Hudák fejezi be, és nem volt lesen. Megint sikerrel jár. Strescsik, ott van a csúsztatás, és ott van a gól! Bacelic Grigic, óriási! Hát ilyet kilátott! Megfordítja a mezőkövesd a mérkőzést, kettő helyzet, kettő gól, és már ők vezetnek. Az első gólja Bacelic Grigicnek, Strescsik pedig a második gólpasszát adja. Hát kiugranak a bőrükből a vendégszurkolók. Nagyszerű a beadás, lemaradnak Bacelic Grigicről, Hűszing eltűnik. Gibusz pedig nem tud mit tenni. Na, Fradi megmutatta az első félidőben, hogy melyik a jobb csapat. Nagy Dominik, jó a csele, nem szabálytalankodnak vele szemben, és ott van az egyenlítés. Hát gyorsan jött. És azért nem is érdemtelenül, tegyük hozzá. Nagy Dominik első gólja a szezonban. Elengedték, ő pedig lőtt. Most tehetetlen maradt. Tehetetlen volt Tomás Tuivel. Itt van még egyszer. Devecseri már nem ér oda, majd pedig felvágja. Mármint a labdát. Szép gól. Gyömbér egy utolsó felívelés jöhet, de Gyömbér nem teszi ezt meg, inkább Ramireznek passzol. Ramirez Böde irányába, ott van, de nem sikerül Sesztáknak kapura tenni. És ez a mérkőzés vége. A mezőkövesd meglepetésre elvisz egy pontot a Grupama arénából, és a Ferencváros folytatja, hát nem túlzottan jó szereplését, hiszen az újoncot nem tudja legyőzni hazai pályán, azaz Zsinórban, második Grupama arénabeli meccsén is nyeretlen maradt,